Szombaton volt ugye a dal döntője, legalábbis ugye a magyarországi része itt fejeződött be, rengetegen jelentkeznek. Az Eurovíziós Dalfesztivál mindig egy nagyon-nagyon furcsa dolog, mert ahogy mi ezt már évek óta mondjuk, gyakorlatilag egy olyan nemzetközi dalok gyűjteménye és előadássorozata, amely dalok, hát hogy is mondjam, aztán végül ott abban a pillanatban meg is halnak. Nem? Tehát nagyon ritka az, ami kivétel, emlékezünk az Abbára, emlékezünk Celine Dionra, meg volt azért még egy-kettő. Ugyanakkor mégis valahogy minden ország, európai országnak egy prestige projekt. De tényleg nem csak nálunk az, hanem a németektől az olaszokon át, az angolokig, Bonnie Tyler, hogy beégett nem is olyan rég. Szóval, de mi van? Tényleg, ez meg a Blue együttes. Ez egy olyan dolog, hogy valaki vagy világhírnevet szerez, vagy akár országos szinten ismerté válik, vagy rengeteg ilyen letűnt korok, letűnt előadói csatorna patkány úgy gondolja, hogy most megtáltosodhat, és újból megmutathatja magát. Illetve vannak ugye az extrémek, lásd Dana International, lásd azt a norvég Monster Heavy bandát, illetve Conchita Wurstot, rá ugye mindenki emlékszik. A dalt sehol nem játsszák, de Conchita Wurst egy fogalommá vált, a jelenség megmaradt. És annyira üdítő tud lenni az, amikor olykor egy valós popdal szerepel ezen a megmérettetésen. Én talán utoljára azt hiszem, hogy Lénánál a Satellite című dalt gondolom ilyennek, ami tényleg egy olyan popdal volt, ami aztán még a rádióban ment sokáig. Mi volt egy után az Euphoria? A Lorraine-tól az Euphoria, de, igen, de a tavalyi is virágsiker lett, tehát azt is mindenhol játsszák. Nem tudom megmondani, a svéd csávó, aki elénekelte, de majd utána nézek. Sem a nevét, sem a dalt nem tudod, ugye? Nem, de ha meghallanám, el tudnám énekelni a szövegét, meg dúdolnám. De ő az tényleg világszintű lett, azért rendezik ott idén, tudod, mert tavaly ő nyert, így van. De én például már nem tudom. Na jó, szóval ez egy baromi érdekes dolog, egész Európa figyel erre, mindenki nézi, tehát tényleg azt hiszem, hogy nem volt olyan év, hogy ne néztem volna. És ezért pont jó, hogy mi végre egy méltó produkcióval tudunk ebben részt venni, mert ugye a dal magyar döntőjét Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy nyerte meg a Pioneer című dallal. És nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel, én abszolút azt gondoltam, hogy ez az egyetlen ebből a mezőimből az egyetlen, aminek ott helye és esélye is van egyben. Kimagasló volt az első pillanattól fogva, meg most már itt velünk, úgyhogy nem akarom szembe dicsérni, de reméltem, hogy őt küldjük, mert tényleg abszolút európai fazon. Tehát ez beszélő, nem csak jól énekel, ami jó a kiállás, és tehát végre egy... Így van, és én drukkolok, hogy a grúzok küldjenek ki egy ilyen alufóliás mellényes fiatalembert, tudod, aki ilyen szopránban énekel, mert azt lepontozza mindenki. Tehát... Most a Vásári Andrét írtad körbe? Ja, bocs, igen. Itt van velünk Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy. Szia, Freddy, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Köszönöm a meghívást! Na, szóval szépen felvezettem, hogy hova mész? Hát abszolút. Egyébként Manz Zemmerlőről van szó, és a Heroes-ról. Heroes! Kérlek ne, énekes van a stúdióban. Aki ért a hangjegyekhez. Köszönöm, hogy figyelmeztet. De érdekes, gondolom, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál amúgy nem az, amit te előszeretettel, mit tudom én, nézel, hogy mit tudom én, újabb dalok és újabb irányzatokat megtanulj. Mégis jó részt venni benne, nem? Hát teljesen őszinte leszek, az is hihetetlen, hogy egyáltalán most részt vettem ebből a 2016-os, hiszen tavaly ezt én otthonról néztem. Mármint a magyart? Igen, én tényleg tavaly láttam először, és úgy ültem oda le, hogy na most akkor ugye Rising Star után majd megtanuljuk a dalírásnak a csínyát, binyet, és hogy most olyan dolgokat fogunk hallani, hogy leesek majd a kanapéról. Hát leestem, de más miatt. Nem ilyenre számítottam, és ugye ott is, tehát úgy hallgattam meg, hogy teljesen szakmai objektíven próbáltam hozzani, és egészen más történt, mint amit én gondoltam. Egyébként most is, tehát hogyha én egy szimpátia szavazást csináltam, akkor nem így nézett volna ki a döntő. Érdekes, tehát nyilván azért nem egyszerű egy ilyen műsort megépíteni egy év alatt, 30 olyan dalt összegyűjteni egy műsorhoz, ami aztán mind a 30 óriási tömeget mozgat meg, az nyilván abszolút lehetetlen, de ettől függetlenül nagyon üde színfoltjai voltak ennek a műsornak. Egyébként igen. És egészen széles skálán mozgott. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a műsor nem ér el mindenkit zeneileg, akkor semmi. Mert olyan széles skálán mozog a zeneisége, tehát iszonyat. Ezért volt nehéz összehasonlítani egy-egy dalt egymással, tehát ezért volt furcsa a verseny. Egyébként ebben a műsorban pont talán az a nehéz, hogy miután az Eurovíziós Dalfesztivál egy önálló állat, hogy oda
versenydalt írni tudatosan, az egy baromi nehéz dolog lehet, mert ha belegondolunk, rengetegen csinálják ezt a nagy túlhangszeret, bombasztikus, refrénes, agyon hegedült, nem tudom micsodát. Van, aki sokkolni akar a totál másságával. Vannak a patetikus dívák, akik nagy szoknyában iszonyú teátrálisan adják elő a nemzetük himnuszát, és ez is örök kérdés, hogy van-e egyáltalán klasszikus eurovíziós dal? Ma már talán nincs, de, mert nagyon sokan aztán szembe mennek az árral. Tehát, hogy ezeket nyilván minden dalszerző, akit a magyar döntőben is részt vett, vagy a magyar versenyben is részt vett, gondolom ez mind szem előtt tartott, hogy mi az, amivel én fesztivál kompatibilis dalt tudok gyártani. A te dalod nekem, de majd javíts ki, nem így van, szerintem baromira nem így készült, hanem egyszerűen készült egy jó pop dal. Én legalábbis így látom. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az a megfogalmazás, vagy fogalom, hogy euróvíziós dal, azt felejtsük el. Pedig van. És azon dolgozzunk, hogy csináljunk egy jó dalt. És hogyha az elég jó lesz, és az megkedvelik, akkor nyilván utána utat fog magának törni. Átbeszéltük az évvel a koncepciót, mire lenne szükség. Én szeretem volna egy nagy évű dalt, ami építkezik egyébként, és az ilyen dalokat szeretem. Az már egy másik kérdés, hogy azon felül, hogy egy jó dalt szerettünk volna írni, a kritériumoknak, tehát hogy 3 perc, meg ilyesmének meg kellett felelni nyilván, és a felépítése az ennek megfelelően alakul. Tehát mi ezt nem gompon szerettük volna az inget, hanem önmagában szerettünk volna egy jó dalt csinálni, amivel esetleg érdemes elindulni, igazából ez volt a cél. Én azt láttam, nem láttam az összes fordulót, de én azt láttam, ugye, hogy a zsűri állt ugye Frerez Károlyból, Pierrotból, Zsédából, Botorat nem ismertem eddig. Én sem, Bot Miki, utána néztem, díjazott zeneszerző. Igen, de igen, sokszor nagyon értelmes dolgokat mondott. Szóval, hogy ők ugye sokszor adtak fordulóról fordulóra tanácsokat. És ez egy baromi nehéz dolog lehet az előadónak, hogyha mondjuk esetleg ezzel a tanáccsal nem ért egyet. Tehát most mit akarok csinálni, gondolhatja az előadó, változtatok-e hangszerelésen, színpadi mozgáson azért, hogy tessen a Zsédának, vagy a Pierrotnak, vagy éppenséggel nem, mert nem értek vele egyet, én a dalt és magam itt találom jónak. Tehát ilyen konfliktusban voltál? Abszolút nem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy zeneérzetemet, illetve az egómat a fiókba tartom, úgyhogy mindent meghallgatok szépen, amit mondanak. De meg is csinálod? Hát nyilván, amikor ők elmondták, ugye az elődöntő után az volt ez nem kritika volt, vélemény volt, hogy nyissam ki a szemem. Hát ugye ott nyilván nem kezdtem el magyarázni, hogy nekem nyitva van a szemem. De... egyszerűen így nézek ki. És utána rájöttünk, hogy mi volt a probléma. Ez egy szerintem mindannyiuk. Általános. Igen. Ez jó, hogy a Frerez Kalcsúl napszemekben is azt mondja, hogy nyiss ki a szemem. Te meg vedd le a napszemüvegen. Ő már megteheti. Igen. Na a lényeg, hogy ott nyilván erre nem reagáltam, mert előtte már a menedzsmentet sem bírtam meggyőzni, hogy higgyétek már, hogy nyitva van a szemem. Utána majd elmesélem azt, és kiderült egyébként, hogy mi a probléma. A lényeg, visszanéztük az előadást, és tényleg olyan volt, mintha félig meddig csukva lett volna a szemem, vagy éppenséggel csak ilyen drésnyire. Végig az egész dal alatt? Az első elődöntőben igen. Aztán kiderült az, hogy az volt a probléma, hogy nekem kontaktlencsem, kicsit érzékenyebb vagyok a fényre, hogy 3 bazin egy reflektor telébe világított ugye szemből, ami eleve már nem segített. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy a színpad az nyilván mindig magasabban van. Amikor én a közönséggel akartam kommunikálni, a közönségnek a 3/4 része az a színpad alatt helyezkedik el, és ráadásul ül. Én 194 vagyok, hogyha velük kommunikálok, akkor ez egészen biztos, hogy nem googolok le, de a szemem az nyilván lefelé transponál. A kamerába, illetve a zsűri, aki magasabb volt, az egészen egyszer úgy nézett ki, mint a csukolt volna a szemem. És hogy oldottad meg? Úgyhogy voltak a karrión is ülések, ott is ült a közönség, és gyakorlatilag megbeszéltük azt, hogy én nekem gyakorlatilag a fő kamera magasságába, sőt még egy picikét fölé kell néznem, hogy annak olyan hatása legyen, hogy tényleg nyitva van a szemem, mert végig nyitva volt a szemem, de ez gyakorlatilag tévén keresztül, illetve a zsűrinek is csak akkor jött át, mert ha lefele nézek, akkor csalóka volt. Ez egy ilyen dolog, de ha például azt mondják neked, hogy nagyon jó lenne ott a közép részben, ha megszólalna 3 triangulum és 2 trombita, akkor ti ezt megcsináljátok? Ezért olvastam az összes kommentet, ami érkezett. Tehát egy komplex képet alkottam arról, hogy mit gondolnak a dalról. Ha már egyszer a hazánkat szeretnénk képviselni, akkor szerintem elég nagy marhaság lenne csak és kizárólag a saját fejem után menni. Mindent elolvastunk, egyetlen komment nem érkezett
a dalhoz, hogy mit kellene rajta változtatni. Ők az outfitet változtatták volna, valakinek nem tetszettek a színek, stb. Stb. Ebből az outfit, ahogy kinéztetek a színpadon? Hát, hogy ők más ruhát képzeltek volna. Hát mondom, hát most ennél egyszerűbb változtatás a világon nincs. De pont az volt a jó, hogy tök egyszerű volt, tehát nem volt túlspilázva, nem ilyen izé. Utána sem volt szerintem túlspilázva, csak váltottunk egy picikét. És akkor ebben már is. De akkor mi a koncepció Stockholmra? Ott meg nem elvárás, hogy valamilyen szinten elegáns legyen az ember, vagy elegánsan trendi. Tehát ott is ugyanígy ebben a lazaságban? Én bírnám, tehát... Egyáltalán nem érdekel, hogy mi a trendi, tehát az eddig sem érdekel, tehát az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat a színpadon. Az egy másik kérdés, hogy oda biztos, hogy át kell dolgozni a dolgokat, mert egészen monumentális ez a csarnok, illetve a De milyen dolgokat kell átdolgozni oda? Hát mi a színpadkép, hát most gondoljuk... Ja, mert ezt viszitek magatokkal? Vihetnénk magunkkal, tehát javaslatokat lehet tenni a svéd kollégáknak, hogy miben gondolkozunk, de egyébként ők is küldenek nekünk koncepciókat, lehet konszenzusra jutni, vagy pedig azt mondják, hogy hát ők ezt annyira nem szeretnék, hanem erre gondoltak. Egészen más... Mi a színpadkép most? Bocsára, nem emlékszem. Hát gyakorlatilag a színpadképünk az arról szól, hogy a dalnak a pulzálását követi le gyakorlatilag ilyen kis fénynyalábokkal, most meleg színekben úszik ugye az egész, illetve van egy ilyen bazi nagy tajkó, amit, ez egy ilyen óriási dob. Ja igen, igen, amit, igen. Igen, aminek ugye szintén az, hogy ezeket a 2-4-ből a kettes dobokat, tehát a mély dobokat, a lábdobot gyakorlatilag látványban is mutatjuk azt, hogy mikor van a szívdobbanás, és akkor van egy ilyen nagyon jó pulzálás a dalnak. Tehát nem vittük túlzásba. Oké, de a kivetítőre történt grafika, ugye arról is beszélünk most egyben. Igen. Tehát azt akkor ti kiklubitek a dallal együtt, és akkor ők lehet, hogy ezen valamit változtatnak, vagy küldenek egy jobbat, vagy ilyesmit. Tehát így néz ki a dolog. Így van. Egyébként mondtad, hogy baromi fontosak a szabályok, 3 perc, stb. Azt hiszem, hogy fixen meg van határozva, hogy hányan lettek kint az Eurovízión egy időben a színpadon, ugye? Tehát a csapatodból. De ez nagyon jó kérdés. Nálunk itt a dal alatt, a magyar előválogató alatt 6 fő volt. Hogy ez most aztán változik-e, szerintem nem. Szerintem ott is hatalmas. Lehettek hatalmas. Figyelj, ne menjünk el a művésznél mellett, mert ugye amikor legutóbb itt nálunk voltál, akkor még alfredeztünk, aztán lett ebből Freddy, sőt egész végig úgy kommunikáltak a dalba, hogy Freddy legalább 5 dével. Most így rád nézek, nem vagy egy Freddy típus, most hány dével mondjuk egyrészt? 2. Akkor jól mondták a csilláik, hogy Freddy. Hát ezt annyival mondják, a 3-nál több az már tényleg fura. Ez a magyar nyelv sajátossága egyébként, hogyha dupla mással hangzó van, akkor ezt nagyon megnyomjuk. Igazából más külföldi nyelveknél egyszerűen az előtte lévő szótagot rövidíti. Most, tehát mint amin Freddynek mondják, mint amin Mercury-t Angliában, mi Freddynek mondjuk, mert mi mindent megnyomunk a mizé. Valóban tényleg 5 dével lehetetni, ha itt van Freddy. De most ez a neved, vagy ez csak most, amíg exportálunk téged, majd ha hazajössz, akkor újra Fejvári Gábor alfő leszel? Nálatok is elmondom azt, hogy a nevem az ettől függetlenül Fejvári Gábor alfő. Oké, de a fellépő neved, vagy hogy? Azért lett Freddy gyakorlatilag, mert túlságosan is hosszú, akárhogyan nézzük, túlságosan hosszú. Na most engem a 19 éves korom volt, amióta főiskolára járok, engem Freddynek hívnak, méghozzá azért, mert a szálloda szakon ír származású angol, szakmai angol tanárom volt, aki küzdött a Gáborral. És akkor mondtam, hogy akkor legyen Fred. És akkor azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, és akkor innentől kezdve Fred volt, és akkor Freddy, gyakorlatilag ez a becenem, ebben semmi extra. De majd, ha lesz lemezed, akkor például az fog kikerülni? Valószínűleg igen. Uh-huh. Most megmondom őszintén, remélem, hogy felhozhatom példának, például ott van a Karamell, aki néhány éven keresztül ugye együtt használta a becenevét a teljes nevével, uh-huh. majd aztán elhagyta a teljes nevét, de mindenki tudja, hogy őt hogy hívják. Tehát valami hasonló egyébként. Én emlékszem még nagyon-nagyon régen, amikor a Bonanza Banzai megszűnt, és Ákos szóló karriere váltott, és akkor azt a tévéműsorom, és akkor valahogy felkonferáltam, hogy és akkor jön, itt van Kovács Ákos. Oh. És akkor kioktatott, azt mondta, hogy a művész neve Ákos. Igen. De ez nagyon a ragaszkodik. A művész neve Ákos. Jó, oké, nyugi. Ez a színpadon is ragaszkodik, tehát nagyon durván. Na de hát egyébként igaza van. Na jó, de így billentyűnél lesz, bologna. Az én nevem pedig Ákos! Tehát így hall. Jó, oké. Most igazságtalan vagy. De nem, hát az így ikonikus, az így válik valamivé. Tehát ezért mondom, és ezért kérdeztem, hogy a Freddy az így. Szóval Stockholm, készültök valamire? Vagy most egyszerűen várjátok a májust, és picit még egy kis sajtó dolog belefér, de hát erre mit lehet készülni? Kész vagytok, nem? Hát remélem, hogy a dalt azt tudom. Néhányszor már elénekelt, hogy ebből a részből valószínűleg nem fogunk változtatni. Nyilván a színpadkép miatt azért lesz brainstorming, mert ezt a méret
beli különbségek miatt muszáj átdolgozni, illetve átbeszélni azt, hogy mi az, ami ott működhet egy 40-szor akkora színpadon. Mert az elképzelhetetlen, hogy milyen méreteket ölt, és azt azért igenis ki kell dolgozni, hogy ott mi az, ami hatásos lehet akkora monumentális. Te olvastál ilyet? Mert én valahol láttam egy ilyen fél cikket, ahol valamilyen eurovíziós Facebook oldalon állítólag már kommentáltak finn, meg nem tudom milyen szakemberek, vagy résztvevők, hogy ez a győztes dal. Tehát már eleve így. Olvastad ezt? Ezt még nem, de hál' Istennek az egész műsor alatt, a dal alatt is folyamatosan jöttek a nemzetközi kommentek, és mindenféle szavazáson iszonyatos többséggel nyert a mi dalunk, hogy mit várnak ugye Magyarországról Stockholmba, és hál' Istennek ugye a többi között is nagyon-nagyon kedvelik. Hát ez a hiszem, ha látom, tehát nagyon jó. Persze. Meg tök korai még, mert egy csomó ország még el se küldte, hogy ki lesz. Persze, tehát most nem tudom, hogy talán fél távnál járunk, vagy a háromnegyed, de van meg. Nem tudom, mi azért a vége fele vagyunk, tehát sokan már régóta készen vannak, illetve megvan nekik az, hogy ki fog menni Stockholmba. Én megvárnám azt, hogy ott kint ez hogyan fog működni. Egy célom van, hogy úgy olyan szenvedélyen, olyan hittel tudjak a színpadon állni, hogy az itthon, hazánkban lévő nézők, akik követik ezt az egészet, azok azt mondják, hogy na, most jön a magyar dal. Jó, hát abszolút, igen, már előre tudom, hogy így lesz, tehát nagyon fogunk izgulni. Igaz, hogy félsz a repüléstől is, ez a Stockholm ez egy picit beparáztatott? Hát igen, mert messze van biciklivel. Mi hallgatóknak mondtuk, hogy valaki elvinne téged Stockholmba, lehet, hogy vállalja valamilyen kényelmesebb autóval. Nem mennél autóval inkább? Hát beszéltem a svéd nagykövettel, azt mondta, hogy 4 nap. Hát mondom, akkor... Autóval 4 nap? Igen, hát ha ő vezet, de hát... Amúgy uskodás karesz. Szólhatok neki azért. 4 nap Stockholm? Hát ő 4 nap alatt. De milyen útvonalon megy a svéd nagykövet? Nem tudom, lehet, hogy Norvégiának indult arra. Nagyon aranyos volt, szerintem azért nem egy az egybe erre jött. Nem is ez a lényeg, ezt nem beszéltük meg. Előbb-utóbb át kell lépni most már ezt a... Ti repültél már valaha? Nem. Jó, hogy azért félsz meg még soha? Hát nem tűnik túl biztonságosnak. Tök az egyébként. Figyelj, én pilóta vagyok itt, de a legjobb, de nyilván ez már ezzel szállt a legbiztonságosabb dolog, de nem akarsz valami előedzést tartani? Hát éppen elég nekem az. Akkor meg üsd ki magad. Igen, gondolkodtam rajta, hogy viszek magammal a kedvenc viszkimből, és akkor picikét. És egy pici gyógyó. Nem, de tényleg, ez higgyétek el, nem azt mondom, nem javasolom senkinek, hogy viszkit igyon meg gyógyszert egyen egyszerre, de a hatását azért elmondom. Tehát van egy barátom, aki retteg a repüléstől, és egyszerűen pánik rohamot kap meg minden, és akkor az orvos felügyelete mellett, tehát elmondta, hogy mi az a nem túl erős nyugtató, és akkor arra egy picit, és teljesen békésen mosolyan az arcán tűrte nekem az utat. Ez igazából bizalom kérdése, tehát ugyanúgy autóban sem tudok mindenki mellett például aludni. Meg akarsz ismerkedni a pilótával? Nem így értem, hanem úgy értem a bizalmat, hogy nyilván tudja a dolgát, de akkor is az ember nagyobb biztonságban érzed magad, hogyha ha valami rajtad is múlik, illetve hogyha tényleg úgy, ahogy van, megbízol abban, aki például vezet. Tehát 2-3 ember van csak a családban vagy az ismeretségi körömben, aki mellett mondjuk elmerek aludni. Mert egyébként autóban, ez valami hasonló. Ezt gondold át, mert megnéztem a térképen az útvonaltervet, és csak 21 óra az út, úgyhogy a kocsival. Kocsival? Igen. És akkor a nagykövet nagyon benézem. Nagykövet nem, mert nincs, majd GPS-t veszünk egyszer a nagykövetnek, hogy merre van Stockholm. Vagy lehet azt felejtett elmondani, hogy megállt közben 3-4 városban. Igen. Azon töröm a fejem, hogy tudunk segíteni ezen a repülési filmen, de ezt majd még ki fogom találni. Jövünk vissza egy pár perc múlva a hírek után, és ne felejtsétek el, hogy a győztes dalt, a Pioneert, Fehérvári Gábor, Freddy, el fogja itt élőben énekelni nekünk, és még egy picit beszélgetni is fogunk, de előtte hírek Bella Gabival. A 89.5 Music FM mutatja be elsőként a világ top slágereit. Közben Freddy egyébként már hangol, és ezt láthatjátok a webkamerán is, addig pedig, amit hallottok, egy újdonság. Kygo ezúttal Matty Noise választott a partneréül, így érkezik már is az újdonság, a top sláger, ez lesz pillanatok a belül a Stay. So
Classic FM. Hírek. A mikrofonnál Bella Gabriella. 8:09, szép napot kívánok! Bíróságon támadja meg az MSZP a Nemzeti Választási Bizottság döntését. A testület tegnap este részben helyt adott Nyakó István MSZP-s politikus kifogásának. A testület megállapította, hogy múlt kedden megsértették a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét. Ugyanakkor az MVV mégis Erdősi Lászlóné vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kezdeményezését hitelesítette. Lukács Zoltán, a párt frakcióvezető helyettese az MVB ülése után úgy fogalmazott, amit a média láthatott az ülésen, a színház volt. Véleménye szerint az MVB nem volt hajlandó kimondani, hogy a kopaszok csoportja Erdősin érdekében volt jogsértő. Úgy fogalmazott, már nem a népszavazásról van szó, hanem arról, van-e még Magyarországon maradéka a demokráciának. Közölte, mind a testület Erdősini kérdését hitelesítő, mint pedig Nyakó István kezdeményezését elutasító határozatát megtámadják a bíróságon. Hullámzóan teljesítenek a magyar iskolások, a tanulók matematikai képességei 6-ról a 8. évfolyamra jelentős mértékben fejlődnek, míg a 8-ról a 10. osztályra kisebb mértékű az előrelépés, többek között ez derül ki a tavalyi kompetenciamérés adataiból, amelynek iskolai és tanulói eredményeit tegnap hozták nyilvánosságra. A www.oktatás.hu oldalon közzétett infografika szerint megállapítható, hogy a tanulók szövegértési képességei 6-ról 10. évfolyamig egyenletesebb haladnak. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy 2008 óta nincs jelentősebb változás az országos átlag eredményben. A Tesco-nál március 10-én kezdődnek a bértárgyalások. Erre vonatkozóan szóbeli megerősítést kaptak a cégtől, jelentette be a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke. Kiemelte, az érdekképviselet február 22-én küldte el béremelési javaslatait az áruház vezetőségének. A szakszervezet a boltokban és az online kereskedelemben dolgozóknál egyaránt 15%-os fizetésemelést tűzött ki célul. Az online kereskedelemben szükségesnek tartják a teljesítményre épülő mozgóbér bevezetését, illetve a megfelelő munkaeszközök biztosítását. Ma is bőrigázhatunk, főként délelőtt lehetnek kiadós zuhék, a hegyekben havazás, de délután sem vár ránk szárazság, legfeljebb csendesebb esőre számíthatunk. A nyugati észak-nyugati szél megerősödik, sokfelé viharossá fokozódik, a hőmérséklet délután 5 és 11 fok között alakul. A hírek után folytatódjon az újon indító István Dániellel és a reggeli rádiózás nagy ágyújával Bocskor Gáborral. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the tingle, baby, light it up.
wake up. I just keep moving. So wake me up, up, up. So wake me up, up, up. Good morning. You need to wake up. Folytatódjon az újjal indító. István Dániellel. És a reggeli rádiózás nagy ágyújával. Bocskor Gáborral. This is the Good Morning Show. 39 lesz pontosan 5 perc múlva, és továbbra is vendégünk a Magyar Dal 2016 győztese, Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy, aki képvisel bennünket Stockholmban. Hello Freddy, újra. Egyébként képzeld el, hogy Luc Besson felajánlotta neked, hogy autóval szerinte 10 óra alatt simán kivisz téged a helyszínre. De a Luc Besson, ezt gondolom tudjátok, a taxi című filmre utal. De nem, van ilyen is, hogy sziasztok, én szívesen elfuvarozom Freddyt, Audi A6-os kombi és hivatásos sofőr vagyok. Tehát, hogy gondold át. Zseniális a turnémenedzserem, tehát bárhova odaérünk, de egész egyszerűen komfort miatt és a csapat miatt valószínűleg átkerestem ezen a tűzkeresztségen. Igen, úgyhogy valószínűleg két nagyon-nagyon nyugodt srác közé fogok beülni, és miközben kényszeresen bólogatok, ők majd nyugtatni fognak, hogy középen a legrosszabb, tehát ne azt válasz, folyosó szerint. Vagy folyosó, igen, középen a legrosszabb. Én szerintem az ablak az jó, mert akkor van viszonyítási alapod. Egyébként annyit, hogyha már fenn van a repülő és utazási magasságon, semmit nem érzel. Ülsz egy csőben, nem látsz semmit. Remekül hangzik. Miért? Ülsz egy csőben. Hát nagyobb, mint az autód. Hát valószínűleg biztos. Az a cső, tehát nem, de most komolyan, tehát nem látsz sebességet, nem látsz olyan dolgokat, ami zavarná az orientációdat, tényleg. Kiderül. Ez ki fog derülni. De mondom, hogyha van kedved előtte repülni, akkor szóljál. Jó. Ennyi. Ennyi. Na jó, ugye beszéltünk az előbb a stockholmi ugye a díszlet, a videó bejátszás, stb. A ruháról nem mondtál aztán semmit, tehát arra van elképzelésed? Én nagyon szerettem azt, amiben aztán a végén voltam. Ez nagyon jó kérdés, erre még igazából nem is beszéltünk, hogy ez most maradjon, vagy hogy ebbe ők beleszólnak-e, vagy tesznek-e javaslatot, fogalmam sincs. Szerintem nem, mert például a Wolfkati saját itthoni dizájnerrel ment ki, és ő ugyanazt viselte az összes anyagot. Bombasztikus, fantasztikus, divaisztikus izébe volt, és Freddy meg ugye képvisel ezt a street szakadságot, ami tök jól áll neki. Igen, én kicsit próbálunk ilyen kis... Én csípem ezt a szakadtabb, kicsit ilyen trógeresebb stílus töltődésben. Jó, kérem akkor a kelet-európai fellépőket, hogy jöjjenek ide a Stylist szobában. Én ebben jól éreztem magam. Ez abszolút. Nem volt csicsás, kicsit mégis izgalmas volt. Én szívesen mennék benne. Kire fogsz hallgatni egyébként? Ruhát illetően? Uh-huh. Mindig a konszenzus a lényeg, tehát nyilván nem fog felvenni olyat, amiben nem érzem magam jól, attól függetlenül, mert trendi, a legutolsó dolog, ami érdekel, hogy trendi-e vagy nem. Meg kell találni azt, ami én vagyok, és igazából a dalban is ez volt a lényeg, maga az egész körítésben ez a lényeg, hogy mindenki komfortosan érezze magát, akiről hogyan leszünk hitelesek. Te hányan utaznak egyébként egy ilyen? Te utazol te, nyilván azok, akik a színpadon állnak, onnan a menedzser. Szűk szakmai stáb tud kiutazni, illetve nyilván jön majd magyar delegáció a tévétől. Tehát ennyi, de ti így együtt, egy bagásban? Szerintem igen. Kinek vagy a kiküldöttje, a Magyar Televíziónak vagy a kiküldöttje, vagy egyéni... Ne kérdezi ilyeneket ezeket, de én csak... De nem tudom. Tehát, hogy ki állja a cekket, ez érdekel. Vagy a svédek? Nem tudom. Nem tudom. Tehát egyszerűen megjelensz a retinán, szólnak. Hát gondolom, ez addig mindenki fog szépen derülni. Igazából ezek a sajtótájékoztatók, amik ennek a körülményeiről szólnak, ezek most fognak majd csak végigmenni. Semmi részletet nem tudok. Én tényleg azzal foglalkozom, hogy énekeljek, illetve megjelenjek ott, ahol kell. Eleget teszek ezeknek a kötelezettségeknek, amiket amire a Magyar Tévének szüksége van, és aztán a részletek azok gondolom útközben kiderülnek. Abszolút jogosak a bocsi kérdései, mert amit egyszer jön a bankkártyádra a terhelés, hogy mennyibe került a repülőjegy, akkor nagyon meg fogsz lepődni. Jó, nyilván. Igen. Figyelj, arról beszéljünk még egy picit, hogy miről szól ez a dal, mert nyilvánvalóan a címe alapján tudom, hogy ez egy zongora márka, de úgy gondolom nem ez. Zongora márka? Nem, a Pioneer. Milyen zongora valami... a Pioneer felirattal? Valami hangszer, nem? Ja, keverő. Hát keverőre gondoltam. Hát igen, meg vannak különböző ilyen, ja, keverő. Igen. Igazából azért lett ez a címe, mert ennek a német cégnél szerettünk volna bevágódni. Hogyha megmondom az éneklést, akkor én is kiváló DJ leessek majd. Nem, a helyzet az, hogy egyébként nagyon szerencsés ez a név.
mert dalszövegekben, dalcímként ez egy, nem létezik. Komolyan megnéztétek? Igen, nem. Beírom, és a legelső. És a szó szerepel egyébként a dalban, mert nem értettem. Persze. Tehát persze. Hol? Igen. Hát a refrének a vége az, hogy légy úttörő. Be a pioneer. Igen. Become a pioneer. Become a pioneer. Igen. Aha. Na most a dal az gyakorlatilag az egyediségről, az egyénről, az individuumról szól, hogy igenis vállaljuk azt, akik vagyunk és nálunk a sorba. Szerinted hány dal szólt arról az Eurovízión, hogy vállaljuk azt, akik vagyunk? Nem mindegy, hogy hogy. Tehát az dal arról szól, hogy ne legyünk birkák, ne hagyjuk magunkat vezetni, álljunk ki magunkért, vállaljuk azt, amilyenek vagyunk, mi individuumok vagyunk, és minden individuum önálló értéket képvisel. Igen, de eznél azért kicsikét azért árnyaltabb a dolog, tehát itt igazából én erről a meghasonlulásra hívnánk fel a figyelmet, hogy az egyáltalán nem követendő, illetve ugye nagyon sokan küzdenek, én is ezzel küzdöttem gyakorlatilag, hogy mindenki valami megfelelési kényszere nyilván van, de addig, amíg magunkat nem fogadjuk el, addig nem is tudjuk elvárni, ne is várjuk el azt, hogy mások elfogadjanak. Tehát a válasz a kérdéseinkre az mindig bennünk van, és onnantól kezdve. Ez neked üzenet, Dani. Igen, valami alig várom, hogy meghallgathassam angolul. Nem, ez tényleg neked üzenet. Te vagy az, aki állandóan kompromisszumot kötsz, aki állandóan meghajolsz, behajolsz, és nem vállod azt, ami egyre intenzívebben rágózol ilyenkor. Ez neked szól ez a dal? Szíven is talált minden szombaton. Úristen, írt fel Freddy rólam egy dalt. Köszönöm, Freddy. Igen. Na jó, meghallgathatjuk? Na. Igen, mindenki készen áll. Freddy, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még egyszer meg fogjuk persze a dal végén is köszönni. És komolyan drukkolok, és abszolút őszintén mondom, amit egyébként akkor is mondtam a Rising Star-nál, hogy te vagy az a figura, aki szerintem ezt egy szinten feljebb tudja majd emelni. Nagyon-nagyon műsök vagy. És a dal olyan. A dal olyan, ami szerintem ott abszolút megállja a helyét. Simán. Ha csak nem jön, mit tudom én, most 1000 Sting, meg izé, meg mit tudom én, akkor bajban vagyunk. Hülyeskedtem, na! Hát meg a repülőút. meg a repülőút, így van. Ott még azért történt. Én amiatt izgulok a legjobban. Tényleg? Igen. De egyiket egy hányás után mennyi idő alatt tisztul ki egy énekes torka? Megmondom őszintén, amikor utoljára hánytam, akkor szerintem még a nagymamám simogatta a hátamat utána. De közelebben nem voltam még az énekes, hogy nem tudom. Hogyha nem tudom, oké, de savas csak azért. Nem. Ecsetelnünk még. Így elkezdhetjük a pályonét, jó hangulatban? Okay. Freddy, fejhallgató marad, kérlek, akkor a másik mikrofont tedd magadévá, és hogyha mindenki felkészült, mehet? Én készen állok. Akkor jöjjön a 2016-os dal győztes dala, és remélhetőleg majd a stockholmi Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala is egyben, Freddytől a Pioneer. When you need to run away from what other people say, your enemy might be your own man. A smile, a hug, a bit of praise that you haven't received for days. For long, you feel mistreated in a world where the poems sound fake, and the love is a place by no fame. A million hearts of a million people, be proud you are born to be a real. You've been weird, been a mess, but they don't know how to find your uniqueness. There's only turn to hear the white away. When there ain't no prudence to sell, everyone will cast their own spell. A million hearts of a million people, be proud you were born to be a real. A million
feel become a fire in the hole. No right time, no right place to meet you in the grace. Approval is from within, yeah. Élőben kora reggel Freddy nálunk, kora reggel. Ah, de jó volt, gyerekek, Istenem. Stockholm, pakoljátok össze a cuccot, megnyerte. Ennyi, nem kell kidobni a pénzt. Úristen, de jó volt. Basszus, tehát tényleg tudsz énekelni. Szóval ez hányás ide vagy oda. És az első volt, aki nem panaszkodott arra, hogy jó, de korábban miért kell énekelni. Hát nem panaszkodott, de az azt megértem, tehát tényleg az énekesekre. Ú, de jó volt ez, ember. Köszönöm. Ügyes legyen. Ezt így eltolod nekik szerintem. Na jó, azt üzenik... Azért jobban kell majd. No, morning edition este... az mindig izgalmas, bocsánat. Igen, de hát ott este lesz, és lesz időt beénekelni minden. Freddy, egyszerű, szerény ember vagy, megérdemled a nyerést, a három műsorvezető tanulhatna tőled, maga a bunkó bocskor. És azért még így is bevitte, amit akart. Taníts már szerénységre. Tényleg, hol kezdjem? Hogy tudod mit? Nem, inkább pionír leszek, és maradok olyan, amilyen vagyok. Megbeszéltük. Szerintem teged mindenki így szeret, úgyhogy... Köszi. Freddy, nem kell majrézni a repüléstől, csodálatos élmény a felhőpamacsok felett kinézni a repülő ablakán. Egyébként még egy repcsi sem maradt. Fenn, igen, ezt a humort, ezt sokan írták. Igen, ez mindig megnyugtat. Igen. Drágám, mi szerények... Ja, szedjétek ki Freddyből, hogy honnan van a pólója, a férjem könyörök, hogy vegyek neki, királyok vagytok. El nem mond, mert az a reklámnak minősülne, de hogyha te... A műsorban? Igen. Azt el tudom mondani. Mert hogy? Mert hogy nem. Nem boltból való. Nem boltból való? Hanem? Hornyák István. Zseniális, fantasztikus stylist. Egész egyszerűen bement, megvett 3-4 méter anyagot, és levart ezt. Nem, no, tényleg? Igen, bizony. Wow. Hát akkor varjál a férjednek, drágám. Libabőrös vagyok, üzeni Csilla, mindenki teljesen meg van örülve. Fantasztikus, nagyon jó. Freddy, köszönjük szépen, előbb-utóbb úgyis hívunk újra, szerintem már a stockholmi Oscarral kezedben. Komolyan, nem lesz jó dal, grúzok vannak ott, érted? Grúzok. Te ezen vagy megakadva. Grúzok, meg macedónok, meg szerbek. Halló, mi közük a popzenéhez? Aranyosok vagytok. Te vagy a popzene, Freddy. Köszönöm szépen, igazából tényleg az a cél, és semmi más nem foglalkoztat, mint hogy úgy tudjunk ott helytállni, helyezéstől teljesen függetlenül, hogy amikor hazajövünk, akkor a magyarok azt mondják, hogy örülünk, hogy ez a dalment, és hogy menő volt. Szuper. Kívánjuk ezt, hogy ezt mondják, én már ezt mondom. Köszönjük szépen, Fehérvári Gábor, Alfred, azaz Freddy, köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, Gyasi, köszönöm szépen.